Nem hittük volna, de tovább jutottunk. Sok volt a próba, de egyszer csak véget ért. Vendégem a stúdióban Szeder, aki elhozta a legjobb, legújabb videóklipjét, amelynek Pirkadat a címe. Szia! Szia! És hát tényleg nem mondtam rosszat, mert nagyon jól sikerült, ez ugye a harmadik klippes dal az új albumról, és hát nehéz nem párhuzamot vonni, ugye most már egyre jobb idő van, tényleg úgy érezzük, igen, hogy közeledik a tavasz, akkor ez teljesen tudatos döntés volt, hogy a Pirkadat című dal klippes formában most jelenjen meg. Igen, ezt előre elterveztük, ugyanis ugye tavasz végén jelent meg tavaly a Bátran lépek lemez, nyáron forgattuk le egybe a klipsorozatot, ugye az egyik lényeg az volt, hogy ugye összefüggenek ezek a klipek, tehát hogy egy közös történetet ad ki. A másik az, tehát így elosztottuk, ugye a Szétesem összerakom volt először, utána a Szabadok leszünk, és most jött el az ideje a Pirkadatnak. Ugye a másik érdekesség, hogy maga ugye a hajnalról szól, meg ugye a természet ébredéséről is, ezáltal a tavasszal szintén párhuzamba hozható. Igen, miközben néztem, pont azon gondolkodtam, hogy úristen, mikor volt utoljára ennyire jó idő, és hogy vagy nagyon nem vagy fázós énekesnő, vagy tényleg nagyon időben is előre gondolkodtatok. Viszont ami még érdekesség ennél a szerzeménynél, hogy ezt a dalt is zongorán szerezted, és régebben azért mi úgy tudtuk, hogy te inkább mondjuk a gitárt szereted, és a gitár által gördülnek ki azok a dallamok. Mi történt most, hogy inkább egy kicsit átpártoltál a zongorához? Miért ez a váltás? Igazából új inspirációk után kutattam, egy hosszabb, már-már alkotói válság időszakom is volt, és a zongorázni is akkor kezdtem el, tehát én nagy fába vágtam a fejszét, és teljesen új vizekre eveztem, mert igazából kiskorom óta nagyon vonzott ez a hangszer, és valóban annyira jól esett rajta játszani, hogy egyből új dallamok születtek. És ugye új dallamok is születtek, új klip is született, és nagyon komoly szerzőtársakkal dolgozol együtt, Mihalik Ábellel, például Lee Oliverrel, Dorozsmai Gergővel. Mit adtak ők a te zeneiségedhez? Hogy érzed magad velük? Mert a klipben úgy tűnik, hogy nagyon jól. Nagyon jól, valóban. Nagyon, nagyon szuper ez a legújabb zenekari felállás, ami már lassan 2 éve van így együtt. Ugye én írom a dalokat, a fiúkkal együtt meghangszereljük, most már egy-egy akkordot is engedtem beleírni a fiúknak, amikor volt jobb ötletük, úgyhogy abszolút jó összhang volt. Pont ebben a dalban például Ábel írta a vokálszólamokat, amit tényleg teljesen jó, nagyon sok pluszt hozzáadtak az egészhez. Mi a helyzet a klippeknél? Ugye egy sorozatot készítesz, ez már a harmadik klip volt, és a Dino ebben is feltűnik, akit te nagyon kedvelsz. Mi a terv a negyedik klipben? Mit tervezel? Akkor őt is viszed ugyanúgy magaddal?
Hát lehet, hogy fel fog majd bukkanni. Igen, ugye ez egy történetet mesél el ez a sorozat. Az első részben még menekülök a dino elől, a másodikban összebarátkozunk, egy házi buliban együtt táncolunk, és ez a harmadik, ahol már gyakorlatilag csak romantikusan sétálgatunk és jogázunk. A negyedik klip az egy koncertekből összevágott road movie klip lesz, de lehet, hogy abban is felbukkan majd. A dino egy tényleg nagyon vicces motívuma a klipjeidnek, de azért, amikor ezt a dalszöveget hallgattam, akkor ugye a pirkadat, maga a cím, az nekem nem csak azt jelentette, hogy most itt hajnal van, és jön a pirkadat, hanem kicsit azt éreztem, hogy ez a szöveg egy ilyen ráébredést, egy ráeszmélést is jelent. Van ennek valamilyen mögöttes tartalma és jelentése? Abszolút, tehát ez egy ilyen ébredő korszakról is szól igazából ez a dal, amikor sok nehézség után és sok próba tétel után egyszer csak úgy fellélek ez az ember, és már így hirtelen más látásmóddal, más szemszögből látja az egész addig életét, és ami következik. Úgyhogy abszolút egy átvitt értelemben vett tavaszodás és ébredés is. És amellett persze, hogy új klippet hoztál nekünk, nagyon érdekes tartalmakat gyártasz a Facebook oldaladra, Single Coach videókat. Ezt miért tartod fontosnak? Kit szeretnél ezzel megcélozni, vagy kinek szeretnél segíteni? Mert szerintem ez nagy segítség. Igen, az volt az ötletünk Róna Jorsival, aki a singer coachom, tehát hogy a coachom, énekes coachom, énektanárom, hogy egy kicsit bepillantást nyújtsunk az embereknek abba, hogy mi zajlik a színfalak mögött, mi történik egy énekórán, ami egyrészt a fejlődést is figyelemmel kísérhetik, másrészt szeretném inspirálni ezzel is az embereket, hogy sose késő elkezdeni ezzel foglalkozni, és határa csillagos ég, ha foglalkozik vele az ember. És bizony egy énekesnő is rengeteget gyakorol, nem csak úgy maguktól mennek. Igen, a dalok. Igen, ez a másik, hogy ugye sokszor azt gondoljuk, hogy ha tehetséges vagy, ennyi kész, de nem, hogy emögött nagyon nagy munka van folyamatosan, és hogy ez egy folyamatos fejlődés és trenírozást igényel. És ezt a munkát a közönséget 28-án hallhatja is majd az Akváriumban, a Pirkadat című koncerteden. Mit várhatnak majd ott tőled a rajongók? Igen, jövő hét pénteken lesz a koncertünk az Akvárium Klubban. Lesz vendégünk Hangácsi Márton személyében, akivel a Kapd el című közös dalunkat eljátsszuk. Lehet, hogy lesz egy új dal is. Az újonnan megszerzett zongoratudásomat is megmutatom majd valószínűleg jobban. És az is lehet, hogy felbukkan majd egy kedves kis lény a közönség sorai között. Akit nagyon várnak szerintem sokan, igen, mert nagyon megszerették a klippekből, gondolom. Nagyon szépen köszönjük, hogy eljött el hozzánk, és köszönjük az új klippet is.